Szép jó napot kívánunk, üdvözlünk minden kedves nézőt, itt vagyunk a nyári döntőn, az európai LCS berkein belül a Schalke 04 és a Fnatic összecsapását követhetjük fül és szemtanúként végig. Plusz itt a helyszínen is itt vannak a srácok. Ha hallgatna minket, akkor egy kicsit majd gyűjjene be a sátorba, aztán adunk nektek egy élő kameraképet, mert ezt tegnap is eljátszottam, csak nem élő adásban. A lényegében szeretném megmutatni nektek, hogy mit hajtatok ki, hogyha nem jöttetek ide hozzánk el a helyszínre. De mai mérkőzésen itt a harmadikon én, jó magam, Csió leszek az akciókommentátor, és mellettem Buci van elemzőként. Szia, Buci! Szervusz, Csió, és természetesen ismételten üdvözlök mindenkit. Jövünk a harmadik mérkőzéssel, ahol hát megint csak az egyik csapat meg fogja szerezni azt az előnyt, miközben ott láthatjuk Schalke szurkolók. Livics képe már megint ott van. Endon teljesen ki van. Látok egy jó moderátort is. Mennek igen. Egyébként a tapsolóbotok. Az a helyzet, hogy most tanatosz nálnak végig a büfénél. Tehát á, értem, mindenki éhes. Igen. Hát igazából pont egyébként ilyen vacsora idő van. No de, szóval most valaki meg fogja szerezni azért előnyt, hogy 2-1-re fog állni majd a szériában. És azért a 2-1 az egy nagyon olyan szinten lélektani előny lehet, hogy csupán már csak egy meccset kell menjen, és ott vagyok. Míg ugye a másik csapatnál általában ilyenkor ugye ott van az a pici nyomás, hogy most már nem kaphatok ki. Csak úgy tudok megnyerni a B5-öt, hogyha mind a két meccset elhozom. Ezért lehet fontos a harmadik mérkőzés, és ezért leszek rettentően kíváncsi az, hogy maradnak-e ezek a nagyjából hasonló kompozíciók, akár a CC-komp, akár amit Mumusék is beszéltek, hogy csapatharc kompozíciók, vagy esetleg most meghúzzák vagy a Schalke, vagy a Fnatic azt a váratlant, vagy azt a kártyát előhúzzák a pakliból, hogy akkor próbáljunk egy Rumble toppot, vagy nézzünk meg egy olyan lövészt, aki mondjuk különlegesebb, és nem a Varus Kai'Sa. Hozunk egy sebző dzsungelest. Igen. Kindred, Proxa nagy Kindred, Nocturne. Tehát, hogy vannak itt, én azt gondolom, hogy még lehetőségek. Láttuk egyébként, hogy Graves is működőképes még azért a dzsungelbe. Úgyhogy... Olaf-fal játszott Amazing elég sokat. Hát Olaf tiltó listán lesz. Igen? Olaf metá. Tehát Olaf most nagyon metál, és szerintem őt valószínűleg végig tiltani fogják. Ha pedig átkerül, akkor nagy valószínűség szerint kékoldali első választás lesz. Az a jó, mindenféle Schalke szimpatizációmat félretéve, tehát a Schalke állt föl már 2-1-ből is, hogyha hátrányban szenvedték ezt a B5-ös a szérián belül. Ebből a szempontból jó, viszont a Fnaticnek rengeteg ideje volt, tapasztalata van, tehát ő már rengetegszer voltak ilyen helyzetben, de nézzünk egy Attila interjút. Wow! Attila, I know you've been sitting in the crowd watching the games. What's it like being in this arena for this final? La verdad es que sois demasiado buenos, Madrid. La verdad es que no hay... La verdad es que, digan lo que digan, no hay fans tan orgullosos, tan apasionantes como son los españoles. Y la verdad es que, aunque sea portugués, estoy en mi segunda casa y eso no lo quita nadie. I absolutely love this venue. I absolutely love this stadium. Let's turn our attention to the finals. Obviously, Vitality wants Fnatic to win because it books your ticket to Worlds. But how much did Schalke's performance in Game 1 surprise you? I mean, I always knew Schalke will actually do well because obviously they beat us, right? So if they beat us, they have potential. But basically, it's like I think Schalke had a really strong idea. Game 1, I think like they baited Akali pick. They picked a really strong comp against Akali and they just performed really well and they just got the snowball and finished the game by it, and I'm actually really impressed with amazing performance. Well, definitely showed up. Early game moves as well from Schalke in game 2, but it wasn't enough. Fnatic bounced back 1-1. Last question before we get to picks and bans. I know you want Fnatic to win, but who will win this series and why? I'd say third game is the decider game of this series because whoever wins it will put the other against the corner, and I'd say Fnatic will take it home, and I hope they do it because I really want to go Worlds. There we go. There you have it. Attila, thank you so much. Congratulations again for yesterday. We're going to head to the casters for picks and bans. Aki nem értette volna a saját anyanyelvén, azt mondta, hogy Csió és Buci 86 süti a legjobb grillkolbászt itt a mai rendezvényen, de valójában nem erről beszélt Attila. Illetve ott, amit így nagyjából ki tudom hámozni, az az, hogy ugye, ő ugye portugál, most Madridban van a döntő, de attól függetlenül kicsit ilyen otthonosan érzi magát, hogy azért nagyon sok olyan szurkoló tud ugye eljönni ilyenkor, mondjuk ez egy Portugália Madridtól nincs olyan messze, hogy oda ne lehessen elutazni, hogy tényleg mondjuk ilyen szinten azért neki is ez kényelmes. Illetve hát megvan a bronz, tehát a bronz meccset ugye megnyerték a Vitality-sek, én azt gondolom, hogy nagyon szép játékkal. Tény, ami tény, a Vitality-nek nagyon jó lenne, hogyha a Fnatic nyerne, mert akkor
biztosan ott vannak a világbajnokságon, és majd jön a regionális kvalifikáció, ahol majd kiderül, ki lesz a harmadik kalapból majd, aki Európát képviseli ezen a bajnokságon, a világbajnokságon. No, de hát azért én azt gondolom, hogy én azért egyetértek egyébként Attilával azzal kapcsolatban, hogy az első meccsen nagyon-nagyon szépen játszották meg a választási tiltati fázis tényleg azzal az akalibéjtel. És nagyjából erről beszéltünk pont előtte, hogy ez a harmadik, ez a döntő küzdelem lehet. Tehát ez tök jó. Nem tudtuk előre, hogy egyáltalán lesz Attila interjú, úgyhogy ennek én örülök, hogy ő is azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos meccs lehet most, ami következik. Ez így is van, minden maximálisan egyetértek veled. Mondjuk a tegnapi nap folyamán voltunk olyan helyzetben, mint most Attila, ugye a Fnatic győzelmében reménykedik. Mi ugye a Schalke szurkolók többségében a Misfits győzelmében reménykedtek a tegnapi nap folyamán, mi ugye azzal viszont a Schalke 04 került volna automatikusan a világbajnoksági szereplésbe. Hát izgalmas gauntletben veszünk részt majd esetlegesen, hogyha ez így alakul. Minden esetre még semmi nincs eldőlve. Itt vagyunk a harmadik mérkőzésen, 1-1 az állás. A Fnatic és a Schalke 04 mind a ketten szereztek 1-1 pontot, és érkezünk a választási és tiltási fázisba. Ó, Csió, ez tökéletes volt, ahogy befejezted abban a mondatban. Szempillantásban, a szekundumban jött. Össze vagyunk kötve velük, rezonálunk velük. A zene, és itt is vagyunk. Fnatic lesz kék oldalon, Schalke piros oldalon. Jön a Tristan tiltás, amit eddig folyamatosan megkap Reckless. Viszont... Most így Reckless maradt. Tehát az első mérkőzés, amely összeütköztünk egy pár pillanatra, és ott mondtad, hogy az a Reckless játék, az szegényként ki volt véve nagyon, meg le volt gyalázva. Viszont a másodikon azért már jobban jött, nézd meg, milyen jól néz ki a telefonok világítása. A madridi. És most nincs üres nézőtér. Nincs. Szerintem teltház van. Ez mondjuk azért érthető. Két nagyszerű csapat, két olyan csapat van itt most a döntőben, akik én azt gondolom, hogy mindketten, mind a Fnatic, mind pedig a Schalke megérdemelni a győzelmet. Ami talán most különleges, az a Braum tiltás, mert ez előrevetíti azt, az urgott tiltás az benne szokott lenni a Schalke részéről. Tehát előrevetíti azt, hogy a Fnatic nem szeretne Braumot első választásként elhozni is. Ez inkább a fontos. Viszont nincsen Olaf tiltás. Bizonyám, nincs Olaf tiltás, viszont a Skarner tiltó listára került, ami az első mérkőzésen nagyban hozzájárult a Schalke 04 győzelméhez. És ott van már megint Reckless-nél Kai'Sa. Ez egy nagyon rossz ómen jelen pillanatban a Schalke 04 részére. Mert ez a lövész még mindig nagyon erős a meta szintjén. Nagyon nehéz őt elkapni esetleg egy CC-lő gyorsítása miatt. Nagyon mozgékony, nagyon gyors, és rengeteg sebzés is van benne az IKT-i zápornak köszönhetően. Nézzük meg, mivel válaszol erre mondjuk Wander egy támogató Shen-nel? Vagy végre megkapja a Shen-gát, Papi-gát fönt a felsősvényen Csacsi? Shen-t? És ez is egy bait? Flexibilis, az biztos, hogy el akarták venni Hillisang-tól, hogy a Kai'Sa-Shen páros nem maradjon meg. Csacsi tökéletesen jó Shen játékos, tehát ő elviheti. Viszont, hogyha ő viszi el, akkor arra Soaznak, illetve a Fnaticnek van reagálási lehetősége. Ez az Amazing Ezreal, az pedig ugye a visszajátszás. Amit itt megjátszott a Vájtételen, az brutális volt. Igen. Gyönyörű játék. Szerintem ez überli az ezelőtti bajnokságunkat, amikor Reckless mutatott be egy Ezreal pentát. Elég könnyű volt neki. Az a tédugrás. Hopp, szavaz. Igen. Ez gyönyörű volt upsettel. Elképesztő volt, és örül neki a közönség. Kettő dolognak örül a közönség. Egyrészt annak a gyönyörű tédugrásnak, másrészt Hillisang pályájának, amit nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, hogy bizony-bizony az a pályk, az nagyon jól mutat a kezei között. Ő talán az egyik legnagyobb pike menő Európában. 7 győzelem, 1 vereség. Sőt, megmondom kockáztatni, hogy ez egy kicsit túlmutat Európán. Tehát Észak-Amerikában nem igazán látunk jó pike-okat. Az LCK-ben megfordultak, de nem feltétlenül mondanám kiemelkedő jó pike-nak. De igen, Hillisangnál maximálisan jól működik ez a hős, és oda tudja tenni magát, rendkívül agresszív játékmódot tud folytatni vele. Rajta őt gonoszkodik, terrorizál, de más nem is jó ez a hős. Valamint rengeteg lekötése és azért sebzése se elhanyagolható. Viszont ha már sebzés, akkor Livius most nagyon örülhet, mivel nyugdák megkap egy LeBlancot. Jönnek is a tiltások a Schalke részéről, Korki, illetve Ryze kerül erre a listára, a másik oldalról pedig nem biztos, mármint a Fnatic, hogy
Csacsihoz kerül az a Sen, így rögtön kettőt is kap, kettőt, Tiltás, Csogát, illetve Poppy. Pedig ha az nem, akkor jön a Maokai és Sen megy föl. Vagy tudjátok, hogy vagy Maokai megkapja a vízicsacsi, vagy Sen marad föl nála. És az lenne az igazán nagy bait Orn ellen. Orn az már biztos, hogy a felső esélyen van. Nem túl kellemes egyébként a Sennek az az Orn. Tehát nagyon óvatosan kell megjátszani. Viszont, ha belegondolsz, egy Kovács Isten dühéből melyik karakter nem tud a Schalke 04 oldaláról kiugrani, kicsusszani, eltűnni? Eddig egy nagyon mobilis kompozíciót láthatunk, a Dórit pedig kirakja Hilisszánk, még mindig a magyar szerelméért dobog az ő szíve évek óta. Utolsó választás Schalke 04-nél, ez döntő lesz majd, hogy mi lesz azzal a Sennel, és én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, de ma Azár Caps-nél elképesztő nagy sebzés, és a pokoli marok egy olyan sorsdöntő dolog lehet egy csapatharcban, ami megváltoztat mindent. Hát ez egy gnár lett, kedves buci. Kivártak az utolsó utáni pillanatig, valószínűleg egyébként tényleg nem lett volna jó a Sen-Orn matchup, legalábbis nem biztos, hogy kedvezett volna. Viszont mivel a Schalkénak volt meg le a lehetőség arra, hogy kombináljon, változtasson, csavarjon még egyet a felállásokon, így azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta elvárás most, hogy Csacsinak az a gnárja legalábbis az ösvény fázisban jól szerepeljen. Ezt követően persze a csapatharcokban megint csak nagyon nagy lehetőségek vannak egy-egy gnárjátékban. Ott van megint csak a csapatharcban a Sejuani. A felbőszítés, az érkezés Semtől tökéletes lehet. De Plajs az egységben, de, az erővel. De bizony, ott van az, hogy Mazár ellen pedig a sejeműveket kell vásárolni. A pokoli marok az nem vicc. És nagyon kíváncsi leszek egyébként erre a LeBlanc-Mazár összecsapásra. Elvégül LeBlanc egy sokkal mobilisabb karakter, hamar le tudja robbantani Mazárnak a saját kis pálcéját. Hogy... Igen, ez level 6-ig. Biztonságos és jó dolog, utána már nem annyira vicces LeBlancnak. Hát ez nagyon izgalmas mérkőzés, hölgyeim és uraim! Itt a helyszínen, valamint kint, a monitorok előtt, akik követnek minket. És a Trundle is jó választás lehet a Sejuanira, nagyon jól tudjuk, hogy ezért a hatos szintet meglépvén Trundle leigázása, az a végső képessége, az akár mínuszba is pakolhatja Sejuani értékeit, ugye páncélzatát, varázsállását, eleveszi bőven a tankosságot, miközben azért itt vannak ha madridi szurkolók, jó buli lehet kint egyébként, igen, de sok itt is jó buli van nálunk. Baromira jó buli van nálunk, elképesztő hangulat kint a srácoknak, esznek, isznak, dinondánom, és végig követik a Schalke és valamint a Fnatic útját itt a döntőben. Hát azért megoszlanak a viszonyok. Sziasztok, srácok! Megoszlik azért itt nálunk is a darcik fejétől eltekintve a drukkolás. Tehát egy-kettő drukker van, sőt darciknak a csúnyában a plebében is vannak Fnatic drukkerek. Nem tudom, hogy viselik el egymást. Majd hát majd megbeszélik este, szöldek. Tudod? Ja, értem. Majd megbeszélik. Jön Észak-Amerika is, akkor lesz idő erről beszélgetni, illetve akkor már tudni fogják, hogy ki nyert. Beszéljünk egy kicsit Csacsinak a gnárjáról, mm-hmm. Buci, kérlek. A TSM felső ösvényesének a gnárjátéka mindig is kiemelkedően jó volt. Hamucerről beszélünk. Mm-hmm. Mellette Európában Csacsinak vannak gnárral olyan megmozdulásai, amikor koordinálni is tudja a dühét, és úgy érkezik be egy csapathoz, hogy atyúristen nem, mint egy leeresztett Luffy. Nagyon kevés gnár játékosnál látom ezt. Csacsinál azért benne van a pakliban, hogy ő képes erre, valamint a teleportjait rendkívül szépen használja a gnár érkezésekre. Kérdés, hogy most meg tudja játszani és előnyt tud-e szerezni szó ezzel szemben. Nem egy agresszív gnár lesz, azért el kell mondani róla, halhatatlan szolításával érkezett. Úgyhogy nem szeretné letolni szó ezt mindenáron. Aki felnyitott varázskönyvvel jött viszont. Igen, egyrészt a felnyitott varázskönyv lehet nagyon fontos, másrészt pedig azt, hogy így az ösvény fázisban azért a cserékbe nyugodtabban belemehet Csacsi életerővesztesség nélkül. Ugyan nem lesz meg a kis bónussebzés, amit hogyha más runával jött volna, akkor talán megvan, viszont a cserékben
hogy visszakapja az életerejét, az meg lehet. Főleg a defenzív Dorán pajzsás kezdés, ugyanezt a defenzivitást látjuk egyébként a lövészeknél, mind Reckless, mind pedig Upset ezt hozta el magának. Ami még talán egy picit különleges, az Amazingnek a szaporalább munka, ez a lekövetésekben lehet nagyon jó egy Szedzsuáninál, hogy meglegyen a lassítás, meglegyen utána a jelzőgyűjtögetés, ezt követően pedig a mélyfagyasztás, amit egyébként most pont láttunk is a farkasoknál. No, de hát nagyon érdekes lesz, hogy majd hogy fognak érkezni az emberek, ugyanis ezért van kettő teleport a Fnaticnél, Soulsnál, illetve Capsnél, középsősményes Mahazánnál. Ugyanúgy van két teleport a Shaken Ulfia játékosainál, sőt, majd Vendernél lesz még egy egységben az erő, tehát valahogy, és azért mondjuk Nyugdek elég gyorsan tud szélsősményekre érkezni a LeBlanc-kal, tehát... Meg falakod át, és ez Amazingre is igaz. Ezen a pálya fölötti kontrollon kell valahogy jól forogni a Sákének ahhoz, hogy mondjuk emberelőnyös szituációkat tudjanak kialakítani, vagy megfosszák adott esetben a hírnöktől, a sárkánytól, vagy bármiféle fontos célponttól az ellenfelet. Hát mondjuk az első célpont az egy óceán sárkány, úgyhogy lehet, hogy majd inkább csak egy reset lesz. És éppen láthatjuk, hogy a Fnatic mit lát jelen pillanatban az egész térképen. Mondhatni talán, hogy a sárkások egy kicsit belehúztak őrszemekben, és érkezik Nyugdek az alsó ösvényre, valamint érkezik teleporttal. Ki? Hát nem más, mint szó ez. Nem, de megszakította. Nem, ez Caps volt. Caps volt, viszont jó a lánc. Hillisang szépen ugrik el az alámerüléssel. Upsetnek elég sok életerébe fájt Reckless-el való kötözködése. De Nyugdek itt van és agresszívan játszik, ez mindenképpen jó lehet, hogy terror monoskodik az alsó ösvénye. És kibételt a Capsnek a teleportját. Szóval úgy, hogy utána maradt, mondjuk pont annyi időre jó volt a teleport, hogy idejében vissza tudott vonulni Reckless, illetve Hillisang. Reckless-nek csupán egy gyógyítást kellett elhasználnia, míg Vendor ugye kezdeményezésre villant, hogy a előre csúszás, az árnyék ugrás felbőszítése találjon, sőt még égetett is. Upset pedig hazamenvén könnycseppel tér ki az ösvényre, illetve elhasználja a teleportját. Ezzel ő abszolút tempóba marad. Nem fog lemaradni, Reckless-nek pedig minél tovább kint kellene maradnia az ösvényen, de se gyógyítás, se életerőítóka, nehéz lesz. Ahogy nehéz lesz elkapni esetlegesen Upsetet is, ugye Hillisang folyamatosan eddig a bokorból próbálkozott egy jó kis csonyással behúzni, ezt nem sikerült, ha pedig Vendor találja el, akkor onnantól kezdve viszont fordul a kocka, majd egy-két tárgy után Reckless-ék könnyebben be tudják darálni Vendort. Hillisang ugranak egyből, de nem jó, szépen védik ki Upsetek ezt a kis kötözködést, agresszivitást, amit ugye Pyke-kal megszokhattunk tőle. És Vendornek kijött az égetés, ez nagyon-nagyon fontos. Legalábbis, hogyha rajtaütést kapnak, vagy ők szeretnének kezdeményezni, akkor ezen idéző képesség úgy, mint a villanás, már eltávozott a Shaken Ulfia támogató játékosától. És Amazing statisztikát láthatunk jelen pillanatban. Méghozzá elni korai szakaszára vonatkoztatva egyébként nem rossz, maradjunk annyiban, azt gondolom, hogy ez egy szép statisztikai tábla az első, illetve a második meccsről. Szóval Upset pedig csak egy-egy lövéssel, de már próbálja a Hillisangot minél kevesebb életerőn tartani. Aki pedig próbálta tartani az ösvényt, Reckless hazatérve egyébként dühöngők csizmájával érkezett. Egy igazi bérzirkér, ajaj! Hillisang érkezik az alámerüléset, Vendor nagyon szépen védi föl, felbőszítés ugye nem sikerült, de azért megálltolta abban, hogy be tudja őt fejezni, de jó a kezdeményezés, és Upsetek mehetnek előre, négy jelző fel van Kaisától, de Hillisang nagyon kevés az életereje, Vendor pedig csak egy jó kis csúszásra vár, hogy utána tudjon menni és felbőszíteni egy Hillisangot. Nincs kétségem afelől, hogy Upset követte volna őt akár gyilkosság befejezéséig, és Broxa a felső ösvényen próbált ráütni. Teleportok! Igen, de Amazing itt van. És nincs jelen pillanatban abban a bokorban őrszem, hogy lássa őt, szó ez. Ugyan megvolt mindkettő felsősvényes hatos szintű, de már nincsen Kovács Isten dühe, és Csacsi villant, tehát itt egy szóasz kezdeményezést kell feltételeznünk a felsősvényen, miközben az alsősvényen történt a harc. Talán az volt a kulcsfontosságú a Sáke védekezésében, hogy Hillisangot nem találta el a felbőszítés, csak felé csúszott Vendor. Ettől függetlenül nagyon jól játszotta meg Upset, illetve Vendor az alsősvényes 2v2-t. A felsősvényre nem tudom, hogy kapunk-e végül majd visszajátszást, hogy mi is történt pontosan. Valószínűleg találhatott mindenféle képességgel. Szóval aztán lehívta még
a dühöt is, amit a Kovács Isten képez Orn fejébe. És emiatt kell lehetett villanni a Csacsinak, valószínűleg nem volt már ugrása, vagy nem volt kettős ugrása. Az, hogy 834 sebzés per perc, az brutális. Főleg úgy, hogy nem egy late game Cassio-ról beszélünk, hanem ez egy 27 perc alatt lejátszott mérkőzés volt. 90%-ban ott volt a gyilkosságokban, az brutálisan sok. 10 gyilkosságból 9-nél ott volt. Nagyon szép statisztika. Tény, érdekes volt az, hogy bármennyire is büntették az elején Capset egy-két gyilkossággal, ami ráfordulás volt ugye a Cassio pályára, utána gond nélkül visszajött bűbelgyűjtővel, akkorát robbantotta, akkorát nem szégyelt. Kórós látomás pedig jelen pillanatban nyugdákot gyötri. Igen, az egy elég fájdalmas képesség, pláne, hogyha azt maxolja esetlegesen Caps. Romlás italával viszont azért tudja pótolni nyugdák mind a mannáját, mind az elveszekedett életerejét. És itt van mind a kettő jungle-es hősünk. És szeretné valami rajtaütést eszközölni itt a középső esvény. És nézd meg, kivándorol erre. Hát egy Hillisang, ugye más melyik szokhatunk tőle. Mint nagyon szeret Bárdal is például elkóricálni, ezt Spike-kal tökéletesen meg tudja mutatni nekünk, hogy ő segíti az összes ösvényt támogatni, nem csak az ő saját kis támogatója, és térugrással. Nagyon szépen ugrik el Upset Hillisang előtt. Igen, ez a jó kérdés, hogy találtam volna, mert azért ezek a távolságok néha csalókák, vagy a szélességek, amikor így jó volt a képességnek ugye a meglátása, ahol szépet ugrik egyébként Hillisang, mondjuk utána nem tud kábítani, de legalább nincsen felbőszítés, és annyira komolyan nem is akart előre menni a sáke, hogy ezért mondjuk Vendor adott esetben villanjon. Ez nem jó, nem baj, hogy kiszedi Vendor ezeket a csúszásokat, mivel kezdeményezésre így már nem fogja tudni használni Hillisang, és ezzel kicsit biztonságosan tudnak mozogni az ösvényen. Reckless. Ez egy nagyon szép csonyás, és Upset szépen ugrik teret, és ki is kell villani a bizony a lekötés elől, de itt van az egész Fnatic csapat, mégpedig sárkányt szeretnének elhozni. Az első sárkány, mivel hogy fönt van Amazing a saját Brösszeder hátájánál, így is mutatják kollégák, nem lesz meg a sárkán Ufirnek. És ez azért jó hívás most a Fnatic-től, mert még nem él a hírnök, amivel válaszolhatna a sárke. A hírnök még csak 20 másodperc múlva fog éledni, amire van ideje visszatérni a sárkénak, kiörszemezni a hírnök környékén, akár szóaznak. Tehát nem tudják a sárkány hírnök cserét megcsinálni, okos hívás. És milyen jó volt az, hogy reszetelték ezt a sárkányt, hegy sárkány lesz a következő. Aha. Kifejezetten jó. Mindkét csapatnak, illetve kifejezetten jó erősítés, ez a bónusz 10%. Ha pokolimálok! Bizonyám is érkezik az egész Fnatic gárda, kivillan nyugdák, de nem lesz elég, még át tud ugrani, és megjött Vendor az egységben az előjel. Innentől kezdve meghiúsult ezen támadás, de fáj nyugdáknak azért, hogyha sokan ráérkeznek, mondjuk ez alaptörvény általában, hogy 1v5-ben nem igazán bírja az ember, bár csak 1v3 volt. Kicsi a rakás ugye azért, tehát nem csak a Gragasnál fáj, hanem bizony élőben is fájhat. Most jó lehet egyébként a viszont csere, még az áram is lecsapott. Váltóáram, nem tudom, valószínűleg. Az a legfájdalmasabb. Váltóáramütés, AC/DC. Haha, Csacsi! Ó, gyönyörű szép a viszont a válasz, szóval ezek is érkezik, Amazing! Teleporttal viszont jönne még támogatni, kijön a Kovács Isten dühe, és le lehet ütni Amazinget! Amazingnek menekülni kellene, megjött Caps, és itt van Broxa is, de be lehetne fejezni, szóval ez be lehet! Az első gyilkosság a Sharkano Fearnek, és indul a puli, mert megjött nyugdák, és nincs pajzs jelen pillanatban Capsen, de nem elég hosszú az a lánc, ha már szélességek, a hosszúságok is számítanak, kedves Buci. És tudod, mi számít még? Rajtaütés Broxára az, ami számít. Egy villanásába fájt ez a Fnatic jungle-esének, és itt van a hírnök, amiről te is beszéltél. Ami még számít, az az, hogy azért volt okos választás egyrészt a Malzára LeBlanc ellen, mert egyrészt ugye láttuk már, hogy milyen szépen el tudja kapni a pokoli marokkal, és mindjárt visszajátszás után folytatom a gondolatmenetet. No, de nézzük, hogy Csacsi előre ugrik, éppen még alig van dühe, hátrébb tudja vinni. Szóval azt, aki még el tud csúszni, talán ez a szép játék. Amazinget fogja fel dobni egy villanást követően. Szóval direkt villanta ezt így át, majd megérkezik ugyan Caps, viszont a mélyfagyasztást gyönyörűen várt ki, majd utána jöhetett az ulti Amazingtől, a lánc pedig ugye, és akkor itt folytatom a gondolatmenetemet, egy üresség lényben akadt el. Ezért is jó az a Malzahár, mert a láncot is sokkal nehezebben fogod
bejátszani. Ez olyan, mint régen ugye a klasszik Alice-Lee Sin dzsungel meccsáp. Jó a Lee Sinnek a pici pókjai, mert nem talál a hanghullám. Vagy a pókba talál a hanghullám, a picibe. Meg a Heimerdinger tornyocskáknak kirakása az se rossz. Időközben ezért a Schalke-Nufin megakadályozta Roxanne-nak a hírnök elhozatalának kísérletét, de az alsó ösvényen Hiliszángék elég szépen törik a tornyot, és már fél életerő alatt van ez a Schalke-Nufin-es csoport. Benne bemegy és kicsit bosszantja a népet. Elég szép azért Reklesznek már a sebzése, pláne hogy ennyi időt itt tudja Hiliszáng marasztalni Wendert. És a jelenlét megint csak jó volt Wendertől, azért elég sok alaptámadást vitt le. Ó, Pokoli marog nyugdákra, a lánccal ő kezdeményezett, szépen ki tud ugrani, de a kóros látomás azért még mindig fáj rajta. Ez sokkal szebben hozta le Caps. Mielőtt a lánc beproccolt volna és mozgásképtelenné vált volna, elnyomta Pokoli markot. Hiliszáng pedig itt van és már megint kötözködik. Na és most Amazing érkezésével lehetne valami jó, de az ugrást még, illetve a tobozt, ami robbanó, el tudja használni a bolgár támogató úriember, miközben sutyerákot hoz a Fnatic. Wender pedig megpróbál takarítani, és meg is van a sútyerák. Az első torony az még ugyan nem dölt, viszont sokkal jobb helyzetben van a Fnatic, és ismételten érkeznek négyen, ezt nem tarthatja meg a Schalke. De nem. Ugyan van Csocsinak teleportja, és éppen meg a Gnárban van, de nem lehet ide jönni. Fel kell adni ezt a tornyot, ez a biztos. Inkább jó kell forogni, elhozni a hírnököt. De ott viszont szépek a kábítások, valamint az R-képesség használata vízi Csocsinak, ugye a Gnár. Innentől kezdve lehet tornyot dönteni, egy kicsit legalább sebezni, míg középső ösvényen nyugdák ugyanúgy feltolta. Egy kicsit proxizni. Igen, maximálisan. A hírnökünk még mindig él, és egyelőre Schalkénak van rálátása ezen célpontra. Csacsinál is ott van a fekete hasító, bár még azért szó ez kettő felé vette az irány. Mind ott van nála a jégkori lepel, valamint az ősi korok katalizátora. Ebből sok mindent azért már le lehet szűrni, mivel fog ő rendelkezni. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz hasznos, hogyha külön választja a vásárlásait. Azért jó mindenből egy picit. Én azt gondolom, hogy az ősikorok katalizátora egy nagyon jó dolog, hogy ezt összeépített. A jégkörülepebből megint csak megkapja már mind a bónusz páncélzatot, mind pedig a jó kis töltésidő csökkentést innentől kezdve. Figyel arra, hogy Csacsi ne nagyon tudja őt sebezni. Ettől függetlenül van egy 30-as farm lemaradása, amit sehol nem tud behozni a Fnatic. Egyelőre a toronnyal tudta csak ezt kárpótolni, viszont így is, hogy torony előnyben van a Fnatic, a Schalke jelen pillanatban. Köszönhető egyrészt persze az Ezreal féle kleptomániának, de másrészt pedig az ösvényeken tanúsított magabiztosságnak. Ők tudnak vezetni aranyban, és megvan a hírnök. Amazingnél van a hírnök szeme. Ezt kell majd jól megidézni. Nem úgy, mint az előző meccsen, hanem jól. Apropó kleptománia, ugye Ezreal már azért közel kettő tárgy ott ficeg, még nem is összeállított állapotban. Jó, egyből Pokoli Marlok Hiliszáng, jön jó lekötés is, Wendert pedig nem tud beleszólni az egészbe, kevés a pajzs, ha itt van Broxa is, és elhasználja. Nem is használta el az ultiát, most nézem. És ez bizony még egy torony így a Fnaticnek, mivel nem tudja megakadályozni senki, hogy meglegyen. Jó, a felbőszítés Broxára lehet kezdeményezni, Broxát meg lehet ölni. Ki kell Wendernek mennie, mert Capsben azért van sebzés. Csacsi pedig most tipeg ide nulla düvel. Nem egy agresszív Gnár jelen pillanatban, mármint nem Csacsi, hanem ugye a dühmenedzsmentjére gondolok. Upset viszont szépen sebzett. És megint Amazing volt jókor is, jó helyen egy Gletscher börtönnel. Azt mondta, hogy Broxa bizony te menjél innen sehova. Illetve Hiliszangnak a kezdeményezése, amit ugye Capsre épített rá. Az volt szép játék, ugye ahogy átvillanta nyugdákot, még bónuszban jött a kábítás a Pokoli Marok után, ezt követően pedig nem tudott már sehova menekülni, folyamatos CC-ben állt, itt van a Pokoli Marok, itt van, bum, a kábítás, és még ezt követően a visszadobás, és a némítás is, itt a némító kapu volt megint csak a kulcsfontosságú. No de megjön Amazing, és azt mondja, hogy jó, jövök, ott van a felbőszített Broxa, majd ezt követően még az elkábított, aki hát börtönben kényszerű sínylődni. Úgyhogy cserélt, vagy legalábbis egy-egyre hozta ki a cserét a Schalke, de ettől függetlenül tornyot bukott, és még mindig egy ezres arany előnye van a Schalkénak.
ezt viszont sokszor elmondjuk, hogy a Schalke átad pár tornyot a játék elején. Ilyen, agresszív. Ilyen TSM-es. Igen, és gyilkosságokat sem. Na, torony az mi az, hagyjuk, nem tudom mi ez. 10 toronnyal megy az ellenfél, de ők nem maradnak le aranyban, nem maradnak le semmilyen forgásban. Abszett skálázódjon, ez a lényeg. Van. Hagyják békén, ne öljék meg, ő tudjon huncutkodni, tárgyakat vásárolni, majd beindulunk itt a 25. percnél. Ez rengetegszer látható a Schalke taktikái között. Viszont nagyon szépen mozog együtt jelen pillanatban a Fenetik, Hiliszángot lehet lekötni, és visszahúzni viszont nyugdákon. Kit lehet elkapni? Ez egy tankos támogatót. Ez volt a tankos támogató. Oh. Igen, de Hiliszángot büntetni lehet. Megint övézik szép helyen, jó időben. Nyugdák viszont hát ketté vált. Abszett nem viszi el a kórus látomás, és ez bizony baj. Csacsi bemegy a buliba, Kempszett szeretne vacsorázni, és van vacsora a Csacsinak. Meg lesz viszont legyaksza őt is. Illetve kezdve Amazing beszorul elég csúnya helyekre, szóval ez visszatartja, hogy gyönyörű szép volt a jégoszlop is. Fiesta! Madridban vagyok, Spanyolország, és itt van a Fiesta, megmutatják, csak ez nem a La Fiesta, na mindegy, de... Hát ez... Ajajajaj, upset! Van villanás! Van villanás, meg lesz, Ecsiben az erővel, jön időközben Vander! Vander bemegy toronyal át, felbőzít, és ott a gyilkosság! Nem engedik, hogy a Fenetik előnybe kerüljön, szóval ez még beleköp a levesbe, törékeny a Vander, és innentől kezdve el kell ugrani a Broxa, megy utána, jönnek teleporttal, itt van Hiliszang is, Abszettnek el kell térugrania, Hiliszang meg megy utána agresszívan, csonyásot akar a vesejébe dobni, szóval ez meg nem jó felütés, de meg lehet ölni Abszettet! 6-5 a Fenetiknek! Lehet azt mondta mind a Fenetik, mind a Schalke, hogy elég volt 15 perc profi játék, menjünk át solo queue-ba és nyomassuk. Hát ez az elmúlt 2 perc. Maradjunk annyiba, hogy nem a megfontolt döntése 2 perce. Nyugdák meg, szóval nem talál lánc. Tehát, hogy nem feltétlenül mondanám, hogy megfontolt döntések csatái voltak. Menjünk előre, ott van valaki, hát ha meg tudom ölni. Jó, oké, nem sikerült, jó, akkor ő is visszafordul, de nem baj, én is kijövök egy teleporttal, megyek tovább, nem baj, én is meghalok. Szóval, ebből nem tudom, hogy lesz-e visszajátszás, mert ez konkrétan 2 percen keresztül ment végig. Adott esetben majd, na de lesz valami visszajátszás. Na nézzük meg, mi az első visszajátszás. Ugye Nugdák beugrása a Hiliszangra, aki gyönyörűen rántja vissza. Ezt követően jó a pokoli marok, méghozzá Vendőrre, akit egy pillanat alatt eltüntetnek az érkezéssel. Nos, most jön vissza a Schalke, és ők is kiegyenlítik a játékot, de itt Kempszen már pörög az égetés. Nugdáknak pedig hát a kamu bulija van ott. Vizicsocsi bevillan, hogy meglegyen a gyilkosság, viszont semmi fókusz nincsen Reckless-en. Így ő Max Manával folyamatosan az IKT zápporral igazából lövöldözgeti az embereket. Már a nyaláb sem kellett ahhoz, hogy megöljék Amazinget, és ismételten harc van. Ezt követően jöttek még upseték, majd utána még gyilkosság, összességében 6-5, és most ebből jobban jött ki azért a Fnatic. Ez így van. Ténylegesen, úgyhogy 2 tornyuk van, plusz gyilkosságot is tudnak vezetni. Immáron átvették az arany állásban a dominanciát, még ha nem is nagy számokban, de azért egy 100-as, 200-as ficegot neki. Hiszen pedig már előre 300 IQ-val kalkulál. Ez 300 IQ predikt volt. Igen. Próbálta. Jó, mondjuk, ha meg bejön és nyugdák odaugrik, akkor megőrülsz, tehát, hogy akkor felrobban a madridi stadion is. Közben Csacsi szeretne szépíteni tornyon, ez sikerülni is fog az alsó ösvényen. És van teleportja. Mehet tovább ott. Van teleportja, szóaznak. Én megmondom őszintén, egy kicsit félek ettől a 3-1-1-es Reckless Kaiszától. Nem csak azért, mert jó helyre kerültek a gyilkosságok, hanem azért is, mert viszont a Schalkénál nem feltétlenül vannak jó helyen a gyilkosságok. A középső ösvényes, robbantos edzés is LeBlancnál nincs, Abszett viszont vissza lehet húzni, és megint a Fenetik egy gyönyörű csapatharc kombinációval be tud fejezni egy Schalke játékos. Elkapás, Pike, Mazzar tökéletesen jó lesz arra az elkapásra, és bármennyire is van jégkesztyű, nem tud annyira kájtolni, vagy hátrafele vonulva lövöldözni Upset. Amazingnek nincs szintelőnye, de van villanása és van sújtása, Broxának is van sújtása, teleporttal jön egyébként Csacsi. Elindulhat a buli, 5000 életerő már a baronnason, 3800 nyugdák.
Megjött Csacsi, kijön a Kovács Isten dühe, és innentől kezdve ki az, aki beszorul megint? Mendőr van benne a buliban, megjött az egész csapat, innentől kezdve viszont szépen be lehet fejezni, de ki lehet befejezni, szóval ezt a tankot megakadályozza a Schalke 04 a baranosan elhozatalát. Ez eddig tök jó nyugdásnak, pedig kolóniát tünteti el Kevsz, tehát nem ma akasztották le a szélvédőről, tudta ő nagyon jól, hogy ez bizony nem az igazi nyugdák. Ha nincs baron, jó lesz a sárkány is, mondja még a Fnatic. Hozzá, milyen jó sárkány, az egy pokoli fajta. Kiriszák pedig mélység, jaj, alámerüléssel megy. A csonyás viszont most nem talál. Kicsit pöse lettem itt. Nem baj, majd segítünk a végén majd egy logopédussal. No de. Azt nem cseppőszéskedett. Na mindegy. A lényegben, hogy a Fnatic felélet és ezekben az 1-1-es elkapásokban nagyon jók, visszajátszás. Visszajátszás. Ahogy hogyan állítja meg a Schalke az érkező Baron Nashort. Ugye kifordul itt Soaz és az egész Fnatic Wenderre, akit ugyan meg tudnak ölni, na de nyugdák rögtön válaszol még hozzá egy tankkal. És Vizicsacsi hátulról folyamatosan dobálgatta kis bumerángját. Egy embert az egy emberért, viszont megállították a baronnasor szedést, ez fontos lehet. Cserébe hoztak egy sárkányt a Fnatic-esek bónusz sebzés ügyileg, és ha nem is a bónusz sebzés, ami a legfájdalmasabb, hanem az, hogy a Schalkénak még nincsen sárkánya. Tehát, amint eljutunk oda, hogy játék azon szakaszán, amikor az ősi sárkány is egy nagyon fontos célpont, akkor adott esetben a Fnatic mondhatja azt, hogy nekem az ősi sárkány kell, 3-4 sárkányt fogok erősíteni, csapatharc mehet, ott az Orn, nagyon jó csapatharc, elkapások vannak Hillisang, illetve Caps-től, és az, ahogy láttuk, egyébként abszolút egyedül maradása is amúgy egy elkapásból indult, tehát ez egy elkapásos taktika volt, kapjuk el az egyedül lévő lövészt. Ebben nagyon jó Fnatic, és nagyon tetszik, hogy együtt mozognak. Apropó együtt mozgás, Csacsinak ki kell villanni a Kovácsisen dühéből, és megkapta a pokoli Markot is. Ez két végső képesség, amit kihúzott Csacsi mindössze egy villanásért cserébe. De villant Caps is, tehát egy-egy a villanás. Igen, jogos, maximálisan igazad van. Ez a csapatharcoknál jó lehet. Teleportja éppen Capsnek visszatöltődik. De van upsetnek is. Aha, Csacsinak viszont nincs. Itt a legfelelő idő a Fnaticnek, hogy baronnasort hívjon, hogyha szeretne. Szóval az pedig éppenséggel megtisztuláson, legalábbis a varázskönyvvel. Zeke hírnöke ott van Broxánál, ezzel tudja segíteni a csapatát. Kettő darab sejemövel érhető, egy Amazingen, egy pedig nyugdákon. Nyugdáknak teljesen érthető, hogy vette sejemövet, elég sokszor volt ő fókuszban. Ez viszont mutatja azért a Fnatic dominanciáját, hogy Reckless Kaisával tud baronnasorozni, elhozni célpontokat. Az előbb ugye a hecserkányt is ő hozta el Caps-el karöltve, valamint most is azért a hírnökre szertesz. Ez mind azért van, hogy gyorsabban skillelődjön, gyorsabban kapja meg a tárgyait és erősebb lövészé váljon, ezért adják át nekik ezeket a célpontokat. Valamint azért, mert megteheti. Ez nagyon fontos, hogy Ezreal-en nem hozol így el. Jó, egy sutyárákot igen, de egy sárkány nem feltétlenül hozol el. Ennyire könnyen életveszteség nélkül. A vihar borotva és a Ginzo düpengéje serénnyel. Én azt mondom, hogy elegendő sebzés már azért egy nem megagnár formában lévő eltüntetésre. Vendőrt pedig nem lehet azért bőszantani, jön a kosdár, torony alatt vannak. Ez a torony ostromnak szól, semmi másnak. Csacsi még most érkezik, nincs dühe. Ez teljesen azt mutatja nekem, hogy nagyon nagy, nem adtam mutatságot, de megelőlegeztem. Amazing! Amazing! Amazing, szembe találkozik jó pár Fnatices játékossal. Szóval a Csacsi dűmenedzsment nem a legjobb jelen pillanatban, mert ezekre ő sem tud, úgy gondolom, megfelelő időben reagálni, hogy mit akar a Fnatic. Egyelőre nagyon-nagyon ők hívják meg ezeket a ki merre mozogjon és mit csináljon dolgokat. A Schalke pedig kapkodja a fejét jelen pillanatban. Nincs vészes arany lemozadás, 100 aranyról beszélünk jelen pillanatban. Abszolút kiegyenlített mérkőzés. Igen. Egy darab, de hogy kettő darab torony különbség, és ugye a három sárkány, amit te is kiemeltél, ami az ősi sárkány érkezésével viszont nagyon-nagyon fájó lehet. A következő sárkányunk pedig hegy sárkány lesz. Időközben. Ó, Csacsi arany mennyiség azért tetszik. Mondjuk abszolút, tehát ő azért 60 farm előnye van. Ez nem rossz. És egyébként... igen, azt gondolom, hogy... abból akár még egy
Rouen hurikánja? Visszacsapóiból? Tehát nem, én a higany sejemőveket ja, igen, az a neked, volt. Hogy elkészültek, kettő már oké, okay. Kettő oké, okay. Upset is megvásárolta is, most már. Kell is egyébként Upsetnek. Oké, hogy van egy térugrás, még egy villanás, de ez nem elég, ez pedig egy nem jó ulti. Ettől függetlenül mennek tovább. Nyugdek! De beugrik és kap egy jó oldalnyi sebzés, Vizicsosi még most ért ide, majd lesz dühe, de jön a kors és felüt három ember! A Sáken Ulfi csapatában mondjuk abból kettő, ugye a másik a klón. Csacsi meghalt, Reckless pedig szépen elhoz a gyilkosságot, szóval ez még mindig bírja a tankosságot, Amazing is beragadt. Ott a végső képesség, Kainsan, és még egy gyilkosság, így double kill a lövészen a Fnaticnél. A Sáke pedig vissza kell, hogy kullogjon, pedig ő volt az agresszív, a lánc jó, de nem jó. Mert üresség lényekre talál megint, és nyugdíjnak nagyon fáj ez a kóros látomás. Bizony ezt a baronosort át kell engedni a Sáke csapatának, mert ide bemenni nagyon rizikos, nyugdíjnak azért bemegy, majd meghal. Ezen életen a baronosor is megvan, Brox elhozza, Upset és Vendor pedig szomorúan hazakullog. Ezért még gyilkosságot is adtak. És itt lehet most az erő, az az erő, amit a Fnatic képviselhet. Hát a nyugdíjnak... Ezek után, hogy miért erőlteti a Sáke a csapatharcot, azt nagyon nem értem. Nyugdíj, itt fél életerővel tud kijönni az egész csapatharcból. Csacsinek itt át kellett volna ugrani a falat, de nem, helyette még leáll harcolni három emberrel, ami jó, mert így legalább a középső ösvényen nem szedik szét az egész Sáke csapatot. Helyette szétszedik Csacsit, majd utána Amazing ragad be olyan távol mindenkitől, hogy onnantól kezdve már nem is lehet mit csinálni. És Hillsong ismételten mind nyugdíjat, mind Upsetet, mind Vendort pedig egyedül kizónázta azzal a pálykkal. Felsősvényes, inhibitort védő torony, rettentő sok kommentátor minion van ott. Úgyhogy ők a kommentátor lila lövedékeket lövik majd. Igen, ez a haderó nem kicsi, és megvan a középsősvényes torony is, miközben a felsősvényes T2-est a Szentlélek tartja egybe. Upsetnek pedig menekülni kell, nem csak azért, mert törékeny, nem azért, mert az inhibitor is dölt jelen pillanatban, és a Fnatic nagyon szeretné rövidre venni ezt a mérkőzést. 29. percig tartunk, így is hosszabb, mint eddig volt, szóval ez bemegy, még egy inhibitor bukott, egyedül Csacsi tudja a Hillsonggal szemben tartani az ösvényt, mondjuk ez, ez nem de, túl jó. De nézd már meg, mi az tartja az ösvényt? Hillsong nem engedi haza Csacsit jelen pillanatban. És Csacsi most nagyon nagy bajba lehet, érkezik az egész Fnatic gárda. Teleportja ugyan van, de Hillsong meg tudja akadályozni akár azt is. Hát itt Csacsinak nagyon nehéz a kiútja, talán még át tud ugrani valamelyet, de Caps már egyből megy és van. Bokoli Marka, Capset szemelte ki a Sáken Ulfir, be lehet befejezni Capset, nem lehet befejezni Capset, viszont kezd befejezni Amazinget, Vendor is meghalt, és a Fnatic 13-6-ra tud vezetni. Így a 30. perc küszöbén még másfél percig baronnason is van, és Csacsi csalja el az egész Fnatic gárdát valami, mely teljesen más, mindegy, hogy hol vagytok srácok, csak nem a bázisunk felé, de erre nem hallgat a Fnatic, és vissza akar térni rengeteg minionnal majd a középső ösvényen betörve a Sáke bázisára, hogy 2-1-re módosítja az állást vajon? Nyugdíjnak is Upset itt van, de kihez ugranak be? Teleporta jön vissza Csacsi. De nyugdíjnak beugrik és nem tudja eltakarítani se Caps, se senkit. Nem, ez hasonló, mint az első játékban a bait. Beugrik Csacsi, majd meghal Pokoli Marokra. Neki nincs sejemöve. Ő nem tud kijönni a Fnatic magabiztos játékkal. 31 perc alatt 2-1-re módosítja itt az európai LCS-ben a BO5-ös szérián belül az állást. És végre egy régi Reckless láthattunk. Így van. Ez nagyon-nagyon fontos kiemelni. Elképesztően szépen játszott megint a Kai'Sával. Ezerszer meggondolnám a következő mérkőzésen a Pyke átadását Hillsongnak. Hát vagy egyáltalán a Kai'Sát. Tehát azért minden mérkőzésen Reckless-edik Kai'Sázot. Meggondolnám azt is, hogy vakon elhozok egy LeBlancot. Mert ez egy full vakon elhozott LeBlanc volt. Tehát bármit reagálhatott rá a Fnatic, és nem jött be olyan szinten a Gnar választás, hogy ugyan az ösvényén letolta Ornt, és 60 farmot vert rá, viszont a csapatharcban nem tudta kihasználni Csacsi a Gnart, nem úgy, mint szó az az Ornt. Tehát ő jobban tudott kezdeményezni, jobban tudott tankolni, főleg úgy, hogy ugye ez a Gnar, főleg ezzel az építkezéssel, még meg a Gnarban sem volt akkora tank.
Ez így van, maximálisan egyetértek veled, és amit ugye az elején említettem, hogy Csacsi baromi jól tud érkezni a Zagnárral, ez most nagyon-nagyon nem valósult meg. Folyamatosan dűn nélkül érkezett a csapatharcokba, egyszer volt lehetősége talán átváltozni, de akkor is négy ember elkezdte üldözni, és esélye sem volt beleköpni a levesébe a Fenetiknek. Hát vagy most itt a végén, ott volt a dű, ugrott előre, már láttam, hogy Csacsi így nyomja, hogy vissza, majd itt a Caps annyit mondott, hogy így hátrafordult, és azt mondta, hogy pokoli marok. Ne csinálj semmit, hajj meg, meghalt. És tényleg meghalt. Tehát, hogy nagyon szépen figyeltek egyébként ezekre a dolgokra, nagyon szépen kivették a játékból Nyugdáknak a LeBlancját teljes mértékben, tehát, hogy ő súlytalan volt, talán ezt tudnám mondani. 19 percig hozzá se szagolt semmihez. Nem vagy gyilkossága. Egyszer meghalt. Tehát nagyon nem. És pláne LeBlancnak, pedig... ugye az előnye a LeBlancnak, hogy baromi gyorsan tudsz érkezni. Nem is kell hatos szint, hogy megölj valakit. Egy jó lánccal szétrobbantod az életreit, az alsősvény. Ezt meg is próbálta a játék elején, viszont nem sikerült. És onnantól kezdve akkora hátrányt szenvedett, ahogy befejlődtem azzal a hatos szintet. Neki nem osz, nem szoros semmit, kétszer tudja elhasználni erősítve valamelyik képességét. Na bum! És igazából itt az volt talán a másik, ami fontos, mielőtt még az elemző asztalnak átadnánk a szót, hogy ugyan meccsben volt a Schalke, nem volt lemaradva az ezres arany különbség, még a Baron előtt az semmi sem volt jó formán. A Baron az egy nagyon fontos fogás volt a Fnaticnek, de ettől függetlenül inkább azt mondanám, hogy makróban tudták úgy megverni most a Schalkét, hogy mivel megvolt a torony előnyük, ha nem is az arany előnyt és az ösvényeken való lemaradás miatt szerezték meg, hanem magát azt a makrót, hogy rálássanak, hogy be tudjanak csapdázni valakit, hogy az elpozicionált ápszetet el tudják kapni kétszer, hogy az elpozicionált csacsit el tudják kapni még egyszer, tehát hogy nagyjából ezeket tudták úgy okosan kijátszani, hogy ezekkel az egy-egy elkapásos gyilkosságokkal folyamatos előnybe tudtak kerülni, majd utána jött egy nagyon elhibázott csapatharc, amiből biztos vesz vissza egyszer, és utána vége. Gratulálunk a Fenetiknek, ez már biztos, 2-1-re tudnak vezetni. Átadjuk a szót Edinek és Mumusnak, az ellenző asztalnak. Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk ismételten minden nézőt itt az európai elemző asztalon. Hát 2-1-re vezet jelen pillanatban a Fnatic, de hát láttunk mi már az LCS története során River Sweep-et, vagyis hát 2-1-ről 3-2-re való fordítást, ki tudja? A magyar szimpatizánsok ebben még bőven reménykedhetnek. Én Edi vagyok, az elemző asztalon pedig a társam most Mumus. Szervusz! Hali, még mindig itt vagyok. Na! És még leszel is. Ja, remélem még két játékon keresztül, vagy öt. Nem. Ahhoz mondjuk tény, ami tény, hogy a Schalke 04 csapatának nagy formajavuláson kellene átesni, de mi is volt itt alapvetően a hiba? Hát alapvetően én nagyon meglepődtem Schalkének a pikban fázisán, ugye pont olyan hősök kerültek, vagy hát a két csapat összeállítást, én azt hittem, hogy először, amikor láttam, hogy a Schalke a Fnatic, és a Fnatic a Schalke, a másiké, ugye a Schalke egy 1-3-1-es csapat összeállítást hozott, ami azt jelenti, hogy Gnárt elindítják az egyik lénen toppon vagy boton, LeBlancot a másikon toppon vagy boton, és minden egy 3-3 elleni harc szituáció keletkezik. Ugye ez az alap 1-3-1-es, de valahogy Schalke ezt egyáltalán nem erőltette. Ugye ilyen team kompozícióval, ahol van egy LeBlancod, van egy Gnárod, ezekkel muszáj, jó, Gnár jó teamfightolásba, de LeBlanc alapvetően early game-be akar egy kis előnyt szedni, utána kimenni a saját lénére, akár asszaszinolni egy picit, de ő 1v1-be a malza, hát mindig meg tudja verni a játékba. Ugyanaz igaz Gnárra, a buildjén is láttuk Csacsinak, ugye, a letaszított király kardjára ment, valamint Ginzo's Rageblade-et kezdte már építeni, de arra már nem volt ideje, hogy befejezze. Ez teljesen olyan, hogy én 1v1-be Ornt meg akarom verni, és nem akarom hagyni Ornnak, hogy valaha elhagyja a tornyát botlénen, valaha a csapathoz menjen és engedjen a csapatának. Na most ezt Schalke egyáltalán nem sikerült kiviteleznie. Hagyták, hogy ugye Fnatic midlénen lekempeljek Nugdakot. Nugdak nem tudott érvényes. Igaz, elején még amúgy próbált rómolni, meg egy 20 last hites előnyt épített is. Csak nem nagyon jöttek be azok a rómok.
Hát nem jöttek be, de megvolt ugye a szándék az elején, de hát aztán Hillisang többször is midre ment, megkapta a malzárulit, és először túlélte, másodszor nem emlékszek, de egy idő után már a torony lement és meghalt. Azon. Hát meg onnantól kezdve, hogy igazándiból megjött a sebzése, vagy például Capsnek a malzárjának, vagy például Hillisangnak a pályának, onnantól persze már nem olyan könnyedén élegette túl ezeket az akciókat, még akkor sem, hogyha mondjuk kapott egy-egy senegységben az erőt, de azért nézzük meg az első gyilkosságot, azért az még egy jobb szituáció volt, vagy kellemesebb. Na igen, ugye ez egy nagyon szép kezdés, ugye? 2v3 szituáció lesz a végén, mert ketten odaérnek, Mazár is odaér. Szóval eznek barrierje volt, azt is elhasználta, de sikerült nagyon szépen megölni Szóval ezt first bloodot elkapni úgy, hogy ugye ott volt Mazár is, Trundle is, jó, LeBlanc is megérkezett, ez egy nagyon jó kezdés. Hogyha Gnár egy ilyen kezdést kap top lane-en, onnantól könnyen le tudja dominálni a felsősvény, szépen lassan leszedni a tornyot, tényleg lassan, de ő fog nyerni mindig. Aztán ebből sajnos nem sikerült. Amúgy megint ugyanaz volt Sáki, hogy elején azért volt egy 1000 gold előnyük, meg 500 gold előnyük, úgyhogy nem történt semmi, de sajnos utána, ja, Fnatic jobban összegyűlt, teamfightok, és ja. Illetve hát ugye pont még itt az első gyilkosságon, hogy az volt érdekes, amiről ugye beszéltünk, a pokoli markokról, meg az, hogy a középső ösvényen azért volt nagyobb csetepaté, hogy egyébként Caps ebbe a szituációba úgy érkezett meg a teleporttal, hogy az ultia nem volt elérhető. Oké, okay, némi tókaput el tudta dobni, oké, okay, az ürességlényeket mondjuk el tudja engedni, tök jó, de megint ez a szituáció duplán jó volt a sárkénak, mert nem elég, hogy ugye nem tudták megjátszani, és nem tudott mondjuk ultival utána visszakezdeményezni, de még a teleportját is el lehetett venni. Eddig minden szép volt, és minden jó, aztán persze hát a későbbiekben meg majd láthatjuk azt, hogy Ornn mennyire még mindig erős karakter, bármennyire is elgyengítették, a profi szénában bőven-bőven használható, hogy te is mondtad az előző mérkőzésen, vagy az előző mérkőzés után, hogy annak ennek a karakternek van felsősvényen a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb kezdeményezési potenciája. Igen. Hát ezen a meccsen ez bőven látható volt, és hát főleg úgy, hogyha nem is feltétlenül neki kellett kezdeményezni, hanem Capsnek. Na de beszéljünk inkább majd a következő visszajátszásról, ami a 18. perc vége felé érkezett. Igen, ugye még egy szituáció, kezdeményezés, nem más, mint ugye Wanderra, elkapták ezzel, amúgy még nagyon jó fordítás, de ez az a teamfight, ami nagyon eldöntötte, ugye, hogy Fnatic átmegy a győzelmi pozícióba, ez nagyon szomorú volt, Csacsitól is beugrott, sikerült, majdnem megölte az egyiket, igen, sajnos itt felütést kapott, nem tudott átváltozni meg Agnárba, ha az sikerül, az egész teamfightot nyerik, ugye itt túléli emiatt ugye Reckless, és hát ez volt a legszomorúbb pillanat. Innentől látszott igazán, hogy ez a korai előny, amit valahogy a Schalke összeszedett, azt a későbbiekben nem tudták átvinni, és Fnatic egy jó teamfightot fogott, jól kivitelezték, és átvették az uralmat a játék Igen. felett. És a másik dolog még mindig, hogy szerintem Schalkénak a legnagyobb hibája ebben a játékban mindig nem az volt, ahogy játszottak, hanem maga az, hogy nem a saját erejüket használták ki. Amit nagyon sokszor beszéltünk, hogy nekik csapatharcokra kell építeniük, ők nekik kell lenni, akik ezt a előről hátulra menő teamfightolást erőltetik, azt, hogy megnyerik ezeket, és ehelyett hoztak egy olyan csapat összeállítást, amiben nem annyira jártasak, az az 1-3-1, és ezt a csapat összeállítást ugye midgame-ben nem lehet vele mit tenni, mert kellett 3 Quicksilvers-est venni a csapatnak, ugye Mazahar egy brilliáns pick volt ott szerintem. Nagyon-nagyon jó volt, igen. LeBlanc ellen is nagyon erős, Gnar ellen is nagyon erős, és Sejuani-nek is kellett egy Quicksilvers-est vennie miatt. Trundle egy másik dolog, ami nagyon kérdőjeles, hogy van bent a Trundle egész szériába, ugye úgy, hogy enemy teamben van egy Sejuani, vannak tankok mindig, amik igenis erősek. Igen, még ugye az előző mérkőzés előtt beszéltünk erről, talán a Trundle valahogy oda kerülhetne a tiltólistára, illetve még ugye az előző harchoz annyit tennék hozzá, vagy a visszajátszáshoz, hogy hát persze, tök jó, hogyha csapatharcot tud játszani a Schalke, de egyáltalán nem mindegy, hogy építik ezt fel, és hogyha megnézzük ezt a harcot, gyakorlatilag a Fnatic 5v4-ben játszotta meg legalábbis az első felét, és nagyon-nagyon-nagyon túlerőltették ezt Csacsiék. Hát kb. Csacsi azzal a Gnárral úgy ment előre, mint hogyha nem a LeBlanc klón lett volna egyébként ott az első vonalban, hanem mondjuk éppenséggel Nyugdek, aki tudott volna kiosztani sebzést, de Upset már teljesen ki volt véve, amikor pedig szóval az megjött az Ornnal, akkor vége volt az egésznek. Nem lehetett igazándiból mit csinálni. És hát, hogy mit tudott ezek után csinálni a Schalke, hát arról árulkodik majd a következő visszajátszásunk a 22. percből. Ez még nem volt a vége, de nagyon megmutatta azt, hogy ki az, aki vezet. Igen.
Ugye itt gold még nagyon közel van, Schalke vezet goldba, de ez ne tévessze meg a nézőket, mert csapat összeállítás, csapat kompozíció alapján Schalkének nagyon... Amúgy ez egyik legjobb pike play, amit láttam. Na jó, nem az, de ez egy nagyon-nagyon szép pike play volt. Nem csoda, hogy ilyen sokat játszott a Hillisang. Ultival kezdeményezi, hogy aztán visszalökhesse Q-val. Tornyot tudnak szedni, és egy killt belőle. 4v5 a harc, és innen mennek egy nasorra. Egy... Megpróbálják, igen, de ezt itt még ugye elhozni nem lehetett, de ebből is sokkal-sokkal jobban jönnek ki, mert hogy utána ugyebár érkezik majd, még ha jól emlékszem, akkor egyébként Vizi Csacsi a teleporttal is, és hát jó, persze, a baronnasort meg lehet állítani, de megint eléggé sok mindent kell ezért beáldozni. Nyugdákék ugye próbálkoznak, de hát jön a kos, ami telibe találja Wendert, tehát gyakorlatilag ő itt már halott, nagyon szép egyébként a két emberes feldobás, nyugdák bemegy, de minek az megint egy más kérdés, még igen villania is kell. Nagyon sok mindent beáldozott azért a Schalke, hogy ez a baron még itt ne legyen meg a Fnatic csapatának. Aztán persze majd a későbbi ebben láthatjuk, hogy ez azért mégiscsak elhozatalra került, ahogy egyébként minden célpont. Igen. A Fnaticnek nagyon jó volt a Drake kontrollja, a sárkány kontrollja. Az első kettőt ők vitték el, utána gondolom a többit is. És tényleg maga annyi volt a játék összességében, hogy Schalke a játék elején szereztek egy kis előnyt, de utána nem tudták felállítani azt az 1-3-1-es kompozíciót, amit már elmondtam, vagy 5-ször legalább, de még el fogom mondani párszor. És ezért Fnatic egy idő után teamfightokban jobb lett, erősebb a teamfight kompozíciók, Malzahar jobb teamfightban, mint LeBlanc, Kai'Sa jobb teamfightban, mint Ezreal később, Ornn jobb teamfightban, mint Gnar a legtöbb szituációban, bár Gnar, hogyha ugye nagyon erős ultikat tud ki... Ha mondjuk Hauncer játsza meg, akkor lehet, hogy ő fel tudja venni a versenyt. Nála azért volt például a világbajnokságon is olyan, amikor 4 embert kent igen, a falhoz, igen. De hát ezen a meccsen ilyen sajnos nem láttunk. Igen, és sajnos ez. Szerintem, amit Schalkénak kell majd csinálni a következő meccsbe, az az, hogy próbáljanak visszatérni az előzőre, mert ami sikerült az első játékba, meg ami a második játékba is majdnem sikerült, hogy tényleg egy nagyon erős teamfightot, akár az Ornnt elhozzák, ha Braumra van lehetőség persze, bármit, ami egy nagyon erős teamfightot ad nekik, azt próbálják minél jobban erőltetni, és hogyha megint ki tudják harcolni azt, hogy két tankos, lassú, elhúzott teamfightok lesznek, akkor Schalkének szerintem jó esélye van, hogy nyerik a negyedik játékot, és remélem is. Viszont, hogy hogyan szerezte meg összességében a Fnatic ezt a második győzelmét, arról az utolsó csapatharc lesz, vagy hát az utolsó harc lesz az, ami majd árulkodik. Hát igen, itt nagyon próbálkozik valakit elkapni, de ahogy látjuk, nem tudnak a közelébe se jutni, Reklesznek, hát még a három emberes Ornn felütés. Itt Csacsi az, aki sajnos nagyon nagy hibát vét azzal, hogy elkapták oldal, de hát látszik is, hogy Csacsi be se tud menni, szóval fél másodpercig ütötték, és egyből meghalt, és itt már inkább clean up a Fnaticnek, nagyon szépen két embert elkapnak, elindulnak nasorozni, és hát le is szedik, nincsen jungler, nincs kitől félniük, egyedül ugye LeBlanc, tehát már LeBlanc se a nagy veszély, és igen, ez egy elég egyszerű nasor. Fnaticnek szépen leszedik, Nugdak még megpróbál egy kicsit hősködni, de hát elég kis eséllyel, sajnos itt ő is meghal, Caps megöli, és hát ja, ez a klipkövő, ennyi. Igen, innentől kezdve mondhatjuk, hogy könnyű dolga volt már a Fnatic csapatának, bedolgozták a felső tornyot, a felső inhibitort, az alsót, mi pedig szerintem ezzel a lendülettel akkor adjuk is át a kommentátoroknak a szót. Jöjjön a negyedik mérkőzés, talán visszajön a Schalke, talán nem.